A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megyei Hírlap és a feol.hu egy szavazást indított útjára, és 2023-ban Fejér vármegyében az évemberét keresték. Az évembere pedig Pavelce László lett, a Baptista Szeretetszolgálat veszélyhelyzetkezelési igazgatója. Vele fogunk a mai műsorban beszélgetni. Jó napot kívánok! Örülök, hogyha velünk tartanak, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm. Szép napot. Szeretettel gratulálok hozzá, és szerencsére nem is olyan régen ültünk itt egy rangos elismerés átadása kapcsán. Úgy tűnik, hogy díjeső köszöntött most az életedben. 69 nemzetközi bevetésen vagy túl, és az elmúlt lassan most már fél évben mondhatni, hogy nemzetközi bevetés nem volt, pihenés azonban. Hát azért én novemberben voltam Csádban. Na, erről nem is beszéltünk még. Mert erről nem beszélhetek. Akkor ezért volt ez az egész. Szóval maradjunk annál, hogy díjeső van az életedben. Mit jelent az, hogy ez egy közönségszavazás volt, és a Fejér vármegyeiek döntöttek úgy, hogy 2023-ban te vagy az éve embere? Én azt gondolom, hogy tényleg bárki lehetett volna a 10 felterjesztett közül, hiszen és azt is gondolom, hogy még sokkal több embert fel lehetett volna terjeszteni. Nem feltétlen tartom magam a legesélyesebbnek, nem is tartottam magam egyébként esélyesnek erre a dologra. Én azt gondolom, hogy már maga a jelölés egy nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen én a mindennapokban a székesfehérvári díszpolgárrá válásommal, Körösföld díszpolgárrá váltam. Én azt gondolom, hogy már ezekkel a dolgokkal én megkaptam azt az elismerést, ami szerintem sokaknak egész életében nem adatik meg. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ettől én nem leszek más. Én nekem ugyanúgy fel kell vennem az egyenruhámat, sőt, Fehérváron azért egyel nagyon ritkán látnak engem civil ruhába, és úgy is gondoltam, hogy most ezt a műsort megtisztelem azzal, hogy most nem egyenruhába, nem mentőként, hanem én Pavelce Laci próbálok itt lenni nektek, neked. Miben vagy most mást, azon kívül, hogy egy pulcsi van rajtad, és nincs rajta a Szeretetszolgálat, vagy a Huba Rescue 24 logója? Milyen így itt ülni magánemberként? Mitől más az egyenruha, mint a civil? Nagyon jó, mert el tud az ember egy kicsit veszni. Az egyenruhában ugye mindenhol megismernek. Egyébként nagyon érdekes, mert már azért nem tegnap volt a díszpolgárság, és a mai napig, ha olyan emberrel találkozok, akivel azóta még nem, ugyanúgy megölelnek, megköszönik, gratulálnak. Én azt gondolom, hogy néha jó egy kicsit most már elvegyülni, és hát Törökország kapcsán például ugye 20 alkalommal voltunk már különböző fogadásokon, kitüntetéseken, rendezvényeken. Én azt gondolom, hogy ez már magában se kevés szám. Nagyon nagy megtiszteltetés, de egy kicsit fárasztó is. Tehát én azt gondolom, hogy mi akkor, amit kellett, elvégeztük, és mi ezt ezzel le is zártuk, és ezzel a kollégáim is így vannak. És nagyon fontos, hogy egy-egy ilyen elismerés, akármennyire Pavelce Lászlónak hívnak, és a díj is Pavelce Lászlónak szól, vagy neki adták. Én azt gondolom, hogy ez a csapatomnak, hiszen a csapatom nélkül ugyanúgy egy senki lennék. És ez a csapatnak szól, illetve annak a munkának, amit mi évről évre végzünk, akár Magyarországon, akár külföldön. 35 évvel ezelőtt, most mondhatnám azt, hogy csöppentél bele, de nem csöppentél bele, hanem mintha nem tudom, irányítottak volna, vagy tudatos lett volna a mentőhivatás, a tűzoltó hivatás, hogy indult ez 35 évvel ezelőtt? Mentőként kezdtem, én Ajkán mentőápolóskodtam, ide Székesfehérvárra jártam az a egészségügyi suliba, munka mellett a mentőknél, és hát aztán a sors úgy hozta, hogy az országos mentőszolgálatot el kellett hagynom másnak a felelőtlensége miatt, és én nem akartam a mentéstől elszakadni, én ezt a munkát tanultam, ezt a munkát szerettem,
És hát úgy alakult, hogy ugye létrehoztam annak idején a kelet-magyarországi speciális mentőket, aztán lett belőle Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron, aztán hazaköltöztem Székesfehérvárra, lett a magyar speciális mentők, és hát az a szervezet az nagyon-nagyon útjában volt az akkori kormányzatnak, tehát mindent megpróbáltak elkövetni, hogy megszüntessék, és akkor Szenci Sándor barátom óvó védőszárnyai alá repültem, ha úgy tetszik, és gyakorlatilag együtt folytattuk azt a munkát, amit én már előtte 10 évvel elkezdtem, és gyakorlatilag akkor hoztuk létre a Rescue 24-et, a Hubát, ami arra adatott, hogy a világ bármely részén, akár 24 órán belül megjelenjen és feladatokat hajtson végre. Mire vagytok képesek együtt a csapattal? Milyen feladatokat tudtok ellátni? Hogyan tudtok segíteni? Tulajdonképpen minden mentési szakterületre van kollégám. Ahogy el szoktam mondani, hogy nekem is van 12 képesítésem, de nem vagyok MacGyver. Minden szakterületre vannak nálam sokkal magasabban képzett kollégáim, de ez azt jelenti, hogy az embernek nem kell butaságokat utasításba adni. Egyébként nem is nagyon kell parancsolgatni, hiszen mindenki tudja a dolgát. Feladatfüggője mindig, amikor megérkezünk, akkor csak egy munka megbeszélés van, tehát nem parancskiosztás, hogy ki mit csináljon. Mindenki pontosan tudja az ő dolgát, hanem a logisztika. Egy parancsnoknak mindig a logisztika, a személyzet, a csapatnak a felszerelése, hogy minden együtt legyen. És csak ezeknek az embereknek, ezeknek a kiváló embereknek köszönhetem, hogy most itt ülhetek az év embereként a stúdióban. 35 év, ez egy hivatás, segítőszolgálat. Hogy lehet ennyi ideig mindezt végezni ugyanazzal a lelkesedéssel? Mert hogyha nincsen lelkesedés vagy elhivatottság, akkor gyanítom, hogy azért nem lehet oda menni, ahonnan más elszalad. A lelkesedés az alább hagy idővel. Tehát érettebb lettem én magam is, sok mindent megtanultam szakmailag. Tehát az, amit régen kicsit lazábban vett az ember, az most már egyfajta önvédelmi mechanizmus épült bele, ami azt jelenti, hogy meggondolja az ember, hogy mit csináljon. Tehát ugye mi nem áldozatnak, nem feláldozandónak megyünk egy-egy mentésre, nem azért megyünk, hogy még nagyobb baj legyen, hanem azért megyünk, hogy másokon segítsünk. És ha abba is biztos vagyok, hogy ha ez máshogy nem menne, hogy valamelyikünk élete árán tudunk csak valakiket megmenteni, akkor is megtennénk, de nem ez a cél. Okos ember ugye a más kárán tanul, mi mindig megpróbáljuk ezeket a külföldi katasztrófákat arra felhasználni, hogy mi tudásunk gyarapodjék, és ha ne adj Isten itthon vagy a környező országokban ilyen történik, akkor hadrafoghatóak, és ne tütén álljunk ott, hanem valóban tudjuk azt, hogy mit kell tennünk. Törökországi mentés volt a legutolsó, erre emlékszünk, de mégse erről beszéljünk, hanem egy kicsit menjünk végig, hogy milyen jellegű szituációkban kellett helytállnotok, milyen eseményeknél segítettétek a mentést. Hát a legtöbb azért a földrengések, ugye Kolumbia, Törökország, India, Irán, Pakisztán, én 7-szer jártam Afganisztánban, tehát nagyon fontos az, hogy úgyhogy Magyarországon még szerencsére nem volt háború, 14 háborúban volt alkalmam segítő munkát végezni, úgyhogy itthon vagyok, tehát túléltük. Én azt gondolom, hogy mindig a munka jellege és az adott ország felé nyújtott tisztelet, ami egyfajta biztonságot ad, hiszen ha elmegy az ember egy távol-keleti országba, ott mindenki úgy gondolja, hogy mindenkit azonnal mozgás közben lelőnek. Ha megfelelő tisztelettel, megfelelő alázattal megy az ember, és látják, hogy segíteni akar, és teszi is a dolgát, segít, akkor annak hamar híre megy ezekbe a körökbe is, és gyakorlatilag egyfajta védőháló szokott körülöttünk kialakulni, és ez tényleg így van. Volt-e olyan eset, van-e olyan, amikor te meglepődtél valamin, hogy újat mutattak, vagy olyan szituáció kerekedett, ami számodra is... Valljuk be őszintén, nincs két egyforma katasztrófa. Tehát most a törökországi is, akármennyire próbálom a 99-es földrengéssel összehasonlítani, tök egyforma a két, mert ugyanazok az épületek dőltek össze, mint annak idején ott Izmir környékén, most itt, ahol jártunk. Igazából az emberek hozzáállása se változott meg, hanem ami megváltozott, azon gondolkodik el az ember, hogy
Hogy lehet az, hogy egy ekkora nemzet, mint a török nemzet, hogy ők nem tanulnak a hibákból? És azért lehetett ott, volna? Persze. Ezeket az épületeket, akkor, amikor a 99-es földrengés ugye megrázta Izmir és környékét, utána ezeket az épületeket vagy át kellett volna építeni, vagy megerősíteni, vagy le kellett volna bontani. Tehát nagyon-nagyon sok ember most annak az áldozata, hogy abba a katasztrófába ezt nem tették meg, és ez nem egy kritika a kormány ellen, mert nem tudjuk az ő pénzügyeiket, nem vagyunk ebbe benne, csak ez azért elég meglepő. Mert az, amikor az ember elmegy egy szegény országba, és ott ugyanez megtörténik, akkor azon annyira nem vagyunk meglepődve. De például nagyon meglepő tud az is lenni, hogy mennyire felkészült egy-egy olyan ország, amelyiknél nem is gondolnánk. Hát annak idején ugye fent voltunk Katmanduba, teljesen döbbenet volt, hogy 24 óra alatt akiket meg lehetett menteni, mindenkit megmentettek. És utána indult a mentőakció a hegyek közé, hiszen oda nehezebb volt eljutni. Terepjárók kellettek, stb. Tehát minden katasztrófa más, minden népcsoport más, hogy reagál. Vannak, akik segítenek, a törököket nem lehet lezavarni a romról. Nekik munkát kell adni, ők bele akarnak folyni a segítségnyújtásba, főleg ha rokonról, barátról, ismerősről van szó. Aztán vannak olyan nemzetek, most nem fogok országot mondani, ahol ülnek és várják a csodát, hogy valaki takarítsa el, vagy segítsen, vagy szedje ki, tehát meg nem fogna egy botot se, hogy segítsen valamit is. De hát mi ehhez hozzá vagyunk szokva, megérkezünk, gyorsan felmérjük a terepet és elkezdjük a munkát. Mit jelent számodra mentőnek lenni? Én nagyon büszke vagyok magyarként. Azt gondolom, hogy egy kis ország vagyunk, és azért kis országként is ugyanazokat a számokat hoztuk, hogyha belegondoltok a most csak Törökországnál. 11 ember életét. 11 ember életét mentettük meg úgy, hogy mi hetet mentettünk ki szó szerint, de 11-et találtunk meg a kutyákkal. Tehát ez azt jelenti, hogy a másik négyet azt török csapatok szedték ki, ami szerintem nem presztízs kérdés. Tehát szerintem teljesen mindegy, a lényeg az, hogy a lényeg az, hogy meglettek mentve, és az emberek is ugyanígy álltak egyébként Törökországba ehhez. Tehát ott senki nem ment oda a rendelkező felírni, hogy most ez az én megmentettem, az ő megmentettje. De nekem például eszembe nem jutott az például, hogy valakinek segítettük a hordágyat kivinni a romok közül, hogy azt mi leírjuk, hogy az ami, az nem. Amiben segítettünk, az egy dolog. De amit mi vettünk ki, arra nagyon büszke vagyok az egész csapat teljesítményére, pszichésen, fizikálisan, hiszen az időjárás nem volt a barátunk, nappal plusz 10 fok, éjjel mínusz 10 fok, tehát ez egy nagyon-nagyon megterhelő. Az emberek kedvessége viszont iszonyú sok energiát adott, ugye ezt már elmondtam akkor, amikor Törökország játszódott, hogy de én azóta is rengeteg törökkel találkozom, ugye akár fogadásokon voltak itt török gyerekek abból a régióból, és akkor sírva mondta nekem, hogy és László, te láttad a földrengéskor a várost? Mondtam, hogy igen. De azt tudod, hogy már nincs ott? Hát nem tudom. Mert ugye akkor is elmondták, hogy el fogják takarítani a romokat, és egy 2,5 kilométerrel arrébb fog ez a város újra épülni. De egyébként a történelmük pedig pont olyan, hogy oké, hogy most ez 3000 évig nem volt földrengés sújtotta ez a rész, azért a történelmükben van, hogy mit tudom én, 3000 év után majd megint máshova költözik a település. Ez nagyon érdekes gondolat. Ugyanígy jártunk annak idején Iránba. Ott már a negyedik helyre költözött a település. Egyedül a homokvár, homokból épített vár volt a Bánban, és az 2500 évig állva maradt. De a város körülötte mindig arrébb ment egy kicsit. És pont a földrengés. És a földrengésben aztán már a homokvár se élte túl, abban egy egész iskolai osztály alatta maradt. De nem válaszoltál még arra, hogy miért vagy mentő, mit jelent, hogy mentő vagy? Nem tudom megmagyarázni. Az biztos, hogy én általános iskolában senki nem tett volna 10 fillért se arra, hogy én embereken fogok segíteni. Tehát milyen volt általános iskolában? Eleve rossz gyerek voltam. Talán rossz szó, de azt gondolom, hogy hülye gyereknek voltam beállítva. És tudod, az, amikor az ember egy idő... Milyen a hülye gyerek? Nem ismerek hülye gyereket. Hát kezelhetetlen, problémás. Most ezt sem másnak hívják, hogy eszem ezeket. Nem, valami van erre. És ennél sajátos nevelés igény. Tehát én azt gondolom, hogy
Én nekem elsőben meghatározták, hogy, hogy milyen gyerek leszek a 8-ig. Tehát ha egy olyan pedagógust kaptam volna, aki kedves, első fél évben nagyon jól tanultam állítólag, de hát valóban jegyeim is, és kaptam egy új tanárnénit, szerencsére, hogy mondjam, nem öltük meg egymást lelkileg. Egyébként nem nagy titok, Kulcsáremi néninek hívták, és ő aztán borzalmasan ilyen keménykötésű, kontyos. Én ma, ha ilyen pedagógust látnék, akkor arra azt mondanám, hogy gonosz. Nem illetél bele a kockába? Nem, ő neki nem, én abszolút nem. Nagyon élvezte, hogyha be kellett jönni a szüleimnek, akkor utána tudtam, hogy mi fog történni, ha a szülőnek be kell menni az iskolába. Ugye nem úgy, van, nem úgy volt azért a mi időnkben, mint ma van. Ma, ha be kell menni a szülőnek, akkor lehet, hogy a tanár fog pofont kapni. Abba az időben tisztelték a pedagógusokat, és a pedagógusnak volt igaza. A gyerek mindegy, hogy milyen volt, vagy valóban. Azért én egy olyan pedagógust tudok megemlíteni az életemben, illetve többet tudnék megemlíteni, és Smaudel Marika néni, drága magyar tanárom, ő addig adott Ceruza 1-est, amíg meg nem tanultam a János Vitézt. Tehát voltak olyan pedagógusok, akik tudták, hogy engem ütni kell, meg kompresszálni ahhoz, hogy megcsinálj dolgot. Ami engem érdekel. Talán meglátni az értéket benned. Igen. A Voga tanár úr ő nagyon szeretett, ő nagyon sok mindenre, és mindig meg is védett. Ő azt mondta, hogy gyerekek, ezzel a gyerekkel nem tudtok bánni. Tehát voltak olyanok, akik ellenem, voltak, akik mellettem, és hát 8-ban, ahogy én már sokszor elmondtam, hogy úgy kaptam annak idején Petrus Márta osztályfőnökömtől meg a bizonyítványomat, az azt mondta, hogy ő sajnos én velem a kék fénybe fog még találkozni. És tényleg. És nem emlékezett rá, képzeld el, amikor 25 évvel később fölkapcsoltam az autóba, hátam mögött a kék lámpát. Nem, mert érdekes, hogy ez a pedagógusoknak nem annyira marad. Nyilván ez neked igen, sokkal többet jelentett, mint neki igen. Ez a fél mondat, nem fókuszált arra. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy minden pedagógusnak hálás vagyok. Most már ugye nekem is megint pici gyerekeim vannak. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy a gyerekek kapcsán mesélj egy picit róluk, hogy hogyan tudod továbbadni akár a hivatás szeretetét, akár csak az élethez való hozzáállást, hogy hogyan tudsz a te példádból tanulva valami értéket közvetíteni feléjük? Én azt gondolom, hogy hát az öt pici az rajongásig szeret. Apa, minden apára kell menni. Öt pici mászni. Az életkorokon így zongorasipként menjünk igen, végig azért. Igen. Hát a legkisebb ugye most múlt egy éves, aztán következik ő a Lili, aztán van a Zselyke, aki 2 éves múlt decemberben, aztán van az én Leventém, ő a középső, beszorult a lányok közé, ő 4 éves, aztán van a nővére, a Nóri, ő most 5,5 éves, és hát van a nővérük, az én Sárám, aki most már iskolás, 1 éves. Jól veszi azokat, éppen azon tanakodtam, hogy én szerintem első osztályban én biztos, hogy nem tudtam 14 verset, és az én kislányom 14 verset tud felmondani. De még csak február van, tehát hogy az első fél éve vagyunk túl. Épp azt akartam mondani, és mondom, múltkor vittem az iskolába, mondom, hogy megfogom ezt a gyereket, mert ez nekem annyira izé. Mondom, tudod mit kislányom, akkor mondd el a legelejétől az összeset, amit tanultunk is. Elmondtam, ide beértünk az iskolában. Tehát nagyon büszke vagyok a gyerekekre. Én azt gondolom, hogy nevelés kérdése, tehát én ezt őszintén gondolom, hogy amire mi otthon szülőként a gyerekünket neveljük, a gyerekeink azok lesznek, és olyanok lesznek. Ugye ott van a 2 nagyfiam, az egyik az másodéves orvostanhallgató Pécsen, ő már tudom, hogy itt van árnyékában mögöttem, a másik fiam az mentő, lesz, el is kezdi az iskolát. Én azt gondolom, hogy ők mind ebben nőtek fel, ehhez talán erre van irányultságuk. Soha nem mondtam egyiknek se, hogy mit csináljon, vagy hogy legyen. Tehát se az orvosit, se az ápolóit én nem erőltettem, sőt, de ellene se beszélek. Én nagyon büszke leszek arra, ha ők is embereken fognak segíteni. Az is biztos, hogy a csapatban már ők többféle képesítéssel itt vannak. Sok hazai bevetésen vannak túl. Ők még a nemzetközibe nem tudtak megjelenni, majd eljön az ő idejük is. Ők most tanuljanak.
Nekem az nem adatott meg. Nem félted őket? Nem, nem féltem őket, hiszen ő nekik azért egy kicsit könnyebb, mert ők már egy járt utat kezdenek meg. Ezt az utat én azért 35 évvel ezelőtt, akkor nem nagyon voltak Magyarországon ugye speciális mentők. Ezt én, illetve Leócki Laci barátom Miskolcról, mi ketten vagyunk a két veteránja ennek a szakterületnek. Persze aztán nőtek fel közénk olyanok, akiket vagy mi tanítottunk, vagy egyfajta konkurencia szellemmel, bár én ezt butaságnak tartom, mert az én számomra egy személykeresésnél is teljesen mindegy, hogy ki milyen ruha van. Nekem az a lényeg, hogy az ember legyen meg. Minél hamarabb kapjon szaksegítséget, és helyezzük biztonságba. Vagy ha csak a halottat találjuk meg, az is megfelelőképpen minél hamarabb a család a legmegfelelő tisztességet meg tudja adni neki. Én azt gondolom, hogy amíg emberek maradunk, addig nincs probléma. Ha ezt az emberséget elveszítjük, akkor már probléma van. Én magam is ugye nagyon sokszor elmondtam, hogy én addig leszek speciális mentő, amíg nem kezdek a munkámról álmodni. Ha elkezdek ezzel álmodni, akkor be kell fejezni, az azt jelenti, hogy megtelt a merevlemez. Mit csinálsz akkor, amikor nincsen nemzetközi bevetés? Hát rengeteg eszközünk van, ugye az eszközök karbantartása, javítása, felülvizsgálata, nagy tűzoltóautó, mentőautó, hajó, ezeknek az eszközöknek folyamatosan karbantartás igénye van, quad, tehát rengeteg olyan eszköz van, amit mindig valamit csinálni kell. Aztán megjelenek különböző rendezvényeken, vannak olyan rendezvények, ahol szponzorációs feladattal jelenek meg, van olyan, ahol igazából csak a tudásunkat, néha ugye Székesfehérvár rengeteg iskolájába Klupács Peti barátommal, a Hős benned van programunkkal megyünk és megpróbáljuk a gyerekeket pályaorientálni, hogy minél jobban felkeltsük az ő érdeklődésüket a mentés, a tűzoltás, bármely szakterületünk iránt. De ha csak egy-egy problémás gyereken, vagy az őt bántókon is tudunk segíteni, mert ugye nagyon sokszor azért beszélgetés közben kiderül, hogy a gyerekek osztályba bántják egymást, tehát erre is kitérünk, hogy ez milyen rossz vége lehet. Ezek azért nagyon erős preventív programot túl azon, hogy utat is mutathatnak. Ez is nagyon megdöbbentő, hogy figyelnek a gyerekek. És nagyon megdöbbentő az, hogy figyeled a gyerekeket, és abszolút meg tudom neked mondani a 100 gyerekül előttem, hogy mondjuk ki egy picit is érintett. Akár egy családon belüli erőszakba, egy bántalmazásba, az osztályon belül. Tehát annyira lemerevednek, amikor ezt a témát felhozod, azok az emberek, és figyelik, hogy őket kinézi, vagy biztos róluk van szó. Tehát ez nagyon fontos visszajelzés szerintem a pedagógusoknak, szoktuk elmondani, hogy ki az, akit esetleg mi úgy látjuk, hogy ott gond lehet, vagy őnekik is van esetleg tudásuk is róla. De nagyon fontos, hogy a gyerekek véleményét meg tudjuk változtatni abba, hogy nem rúgunk bele senkibe, nem bántunk senkit, megkérdezzük, hogy mi baja van, mibe segíthetünk. Az, hogy reggel valaki rossz kedve jön be, és még belerúgnak, az nem jó. Tehát én nekem azért az első 4 évem azért az hasonlóan úgy telt el, hogy nem kérdezte senki, hogy otthon ittak-e vagy nem, megvertek-e vagy nem, tanultak-e velem vagy nem. Mind a kettő igaz volt? Mindegyik igaz volt. Tehát az én gyerekkorom az varrógépszí, nátpálca, meg faka. Hát a fakanál ipart szerintem, tehát a faipart, azt mi tartottuk el, az abban biztos, hogy... Eltörött? Rengeteg. Testvér? A testvér érdekes, a lányok azok nem... Lányok? A lányok azok nem annyira. Én fiúként én kaptam. De... Miért szerinted? Sokszor igazságtalanul, de úgy vagyok, hogy elmúlt. Tehát el kell felejteni. Én nem verem a gyerekeimet, az biztos. Nem akarsz tudom. Bizonyítani valakinek valamit? Én azt gondolom, hogy én egy dolgot döntöttem el, hogy nem fogom a gyerekeimet verni. Aztán nincs igazából bizonyítási kényszerem, hiszen nincs kinek bizonyítanom. Én azt gondolom, hogy ez a 35 év, ami mögöttem van, ez elég bizonyíték arra, hogy igenis én segíteni akarok. Néha nagyon fárasztó egyébként, amikor azért kell harcolni, hogy segíthess. És nem civil emberekkel, hanem ugye néha a hatóságokkal. De én azt gondolom, hogy
mára a, most említsük meg, a katasztrófa védelemmel is olyan munkakapcsolat van, hogyha szükség van rám, akkor hívnak, tehát már nem presztízs kérdés, hogy én most előbb tudok elindulni, vagy nem tudok előbb elindulni. Tehát nincs egyfajta versenyfutás. Mentőkkel ugyanúgy, amíg megérkezik a mentő, addig én segítek mentőként, ha kérik, tovább segítek, ha nem, akkor pedig befejeztem a munkámat. Ugye azért ez a 13 év, amit a tűzoltóságnál szóvivőként eltöltöttem, az is úgy telt el. Megérkeztünk, ellátás volt, amikor az én munkám befejeződött, mert megjöttek a mentők, a tűzoltók is helyszínen voltak és tudták, akkor pedig tájékoztattalak benneteket, médiát vagy újságokat. Tehát én azt gondolom, hogy az ember hitelessége az nem veszhet el apró dolgokon. Tehát én megpróbálok most is ember maradni, és a kollégáimat is erre ösztönzöm, erre is vezetem, úgy gondolom. És pontosan ezért nincs például most ebből ilyen csata se, hogy miért én lettem az én. Tehát a szervezetem is lehetett volna az év szervezete. De itt egy embert kellett jelölni. Azt is tudom, hogy Klupács Peti barátom is itt volt a jelöltek között. Higgy el mindenki, hogy mi köztünk, azt abszolút erről nem volt semmiféle verseny. Ezt ugye elég etikátlan lett volna saját magamra szavazgatni, úgyhogy én a Klupács Peti barátomra szavaztam minden alkalommal. Azt is tudom, hogy Törökországból is szavaztak ránk, mert híre ment, hogy van egy ilyen. Igazából nem tudok számokat se, de talán azt gondolom nem is fontos, mert én ahogy megtudtam, Pétertől tudtam meg egyébként, mert az újságból olvasta, hogy én lettem az év embere. Teljesen elválaszthatatlanok lettetek egyébként. Mi össze vagyunk nőve. Együtt kellett volna meghívni benneteket. Igen, és de abszolút jó indulattal gratulált meg minden, és én akkor is kiírtam, hogy én azt gondolom, hogy mind a 10 ember, aki jelölve volt, nyertese, mind a 10 megérdemelni a címet. Ettől nekem nem lett olcsóbb az üzemanyag, szoktam volt mondani. Ugyanúgy el kell mennem a boltba bevásárolni, tehát ugyanúgy ember vagyok, és ember is maradok, és szeretnék. Én nagyon jól érzem magam, amikor elmegyek Fehérváron, és rám köszönnek, és odajönnek, gratulálnak, információt kérnek. Vagy ha, az is elő szokott fordulni, hogy segítséget kérnek. És ha az embernek van lehetősége, akár a népszerűségén keresztül, akár bármilyen kapcsolatán keresztül, akkor igenis segítsen. És nekünk ez tök természetes, hogy segítünk. Köszönjük szépen egyrészt, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon jó, hogy vagy, Laci. Ezt is köszönjük, a munkádat, a munkásságodat, és hogy emberként hitelesen végzed nap mint nap azt, amire szükség van. Én pedig nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és azt, hogy rám szavaztak. Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Ez volt a Fehérvári Beszélgetések mai adása. Hogyha tehetik, akkor tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.